Bizony, bizony, ez a nap is eljött, az első masszívabb hóesés. És amint látjátok, már lenne fény. Viszont a napelemeket masszív hó borítja. Nézzük, hogy jön-e így be valamennyi energia. Tehát áthatol-e valamennyi fény a havon. És elindult. A 84 fordot mutat. 13 kemény volt bejön. És ha elkezdjük terhelni, akkor remélhetőleg lehóba drogla majd a havacska. Hol tart az akkumulátorunk? 50,5 volt. Nagyon érdekes, hogy ez az inverter már 83 voltnál is, sőt 76 voltnál is termel. Tehát látjátok, 15 volt, amiben jön. Itt is 74 volt a kettes stringnél. Na és most jött el az ideje, hogy kipróbáljuk azt a módszert, amit valamelyikőtök javasolt, hogy nem kezd kapargatni, hanem egyszerűen le kell locsolni a napelemeket, és ezzel megoldódik az a kérdés. Most szerencsére nincs fagy, úgyhogy itt van a slag, kihúzom, és megnézzük, hogy tényleg lehet-e veretni róla gyorsan a havat, vagy segít-e ez valamennyit rajta. Én azt gondolom, elég belerajzolni néhány sávot ahhoz, hogy már fekete felület legyen a felszínen, amit föl tud melegíteni némelyest a nap, és onnantól kezdve már sokkal gyorsabb lesz ez a leolvadás. Úgyhogy 15 watt jön be, gyorsan locsoljuk le, nézzük meg, mi történik. Nos, ennyire sikerült a slaggal lelocsolnom, de fúj a szél, ezért ide oldalra elvitt a vizet, és most pont az árnyékos oldalt sikerült lelocsolnom, azt láthatjátok, hogy az itt napfényes. Itt pedig beárnyékol a fenyőfánk, úgyhogy ezzel most sokra nem mentem, de nézzük meg, hogy mit jelent ez teljesítményben. Ez bizony nagyon érdekes, hogy semmit nem változott, tehát 18 watt most éppen kezd följebb menni egy picit. És most kipróbálok még egy módszer, gyorsan kiviszem a létrát, és megpróbálom egy lombfújóval lefújni róla a havat, mert úgy gondolom, hogy ez is egy jó módszer lehet, amikor még nem olvadt meg a hó. Mutatom, ez egy Stiga akkumulátoros lombfújó. Ezzel fogok most fölmenni és lefújni a tetőről a havat. És mivel nem szívesen vinnék fel kamerát is a létrán, ezért itt lent fogjuk most letesztelni. Egyes fokozat. Kettes. Hármas. Bizony sietnem kell, mert hogyha egy kicsit is elkezd ráolvadni, akkor már nem fújja le. Nézzük is gyorsan, hogy mennyit jelent ez, hogy lefújtam a havat róla, bizony nagyon sokat jelent. Tehát a 17 watt helyett most 55 watt jön be. Nézzük, mennyi jön be a PV1-ről. Há, itt is bejön 47 watt, és mind a kettőnél betakar egyébként a fenyőfa. Tehát mind a két napelem kollekciómnál probléma ez. Itt van 95 voltunk, ugye nyilván azért jól látszik a voltokból, hogy a 9-nek, vagy a 9 darab napelemnek van 90 voltja, most majdnem 100, itt pedig 91 volt a 7 darab napelemnek, tehát jól látszik, hogy azért számított valamit, csak azért nem releváns ez, mert elkezdett betakarni a fenyőfa sajnos. Ide is ma ott két napelemet betakar, a 9 darabos stringnél meg 3 vagy 4 napelemet is betakar most jelenleg. Végre itt a napsütés, és most meg a hó takarja el a napelemeket. Borzasztó. Nos, nem egy egészséges dolog ezen a csúszós létrán mászkálni, de azért megmutatom nektek, hogy mit sikerült elérni. Amint látjátok, innen a tegola tetőről tök jól le lehetett fújni a havat, és magukról a napelemekről is. Talán így szögből látható, hogy milyen vastag volt rajta a hóréteg, és most sokkal vékonyabb lett, de van rajta. Tehát innen már remélem, hogy hamarabb leolvasztja majd a napocska, mert előtűnik egy kis fekete rész, amin tud hőt termelni. De tekintettel arra, hogy már előtte is rá volt deresedve a jég, ezért természetesen nem lehetett tökéletes munkát végezni. És amint írtátok is, tehát nem fogom kaparászni, mert valóban a rárakódott porszemcsékkel az a könnyen össze tudjuk karistolni a napelemeket. Azért ez mekkora szívás, hogy pont azokat a napelemeket tudtam lelocsolni, amelyek nincsenek napon. Itt most hiába locsoltam, mert pont ez a nyomorult 3 darab napelem van árnyékban a fenyőfától, amit sikerült a slaggal egy kicsit megszentelnem. Itt is van egyébként, tehát nagyon sok vizet kéne hozzá rálocsolni, hogy le is csúszson róla, meg teljesen elolvadjon. De jól látszik ezen a pici napelemen itt,
ami a világítást táplálja, hogy azért már elkezdett leolvadni róla. Amint látjátok, annyit sikerült elérnem ezeknél a napelemeknél, hogy szépen elkezdett lecsúszni most már róla a hó. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy sikeres volt ez a művelet, viszont itt direkt meghagytam ezt a két napelemet, hogy megnézzük azt, hogy mennyi időre lesz szüksége önmagától, hogy leolvadjon. Ott ugye most árnyékban van, természetesen miért is ne. Én azt gondolom, hogy nem sokára ott is elkezd majd lecsúszni. Kicsi víz oda is jutott egyébként, tehát valamennyit segítettem neki. Na most a lapos tetőn ott esély nincs erre, hogy lecsúszol róla a hó, tehát ott biztos, hogy nagyon sokáig nem lesz még termelés, ott meg kell, hogy olvadjon rajta, és le kell, hogy csorogjon róla vízként. Ez a hóréteg viszont már látszik a termelésben, hogy azért ez sokat jelentett, viszont ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha fagypont fölötti hőmérséklet van, tehát ezt fagypont alatt meg se próbáljátok, meleg vízzel én biztos nem locsolgatnám, tehát ezt még kibírják a napelemek, azt gondolom, hogy ekkora hőmérséket különbség van közte, tehát egy ilyen 7-8 Celsius foknyi, de többet nem. Elég sokat rá kellett egyébként locsolni. Tehát szerintem olyan 2-3 vödörnyi vizet biztos rálocsoltam ide a napelemekre. Nem biztos, hogy ez is egy gazdaságos dolog, úgyhogy ezek csak tesztek, mert valaki a legutóbbi ilyen kísérletemnél is beszólt, hogy nagyon megéri így összekarcolászni a napelemeket, meg vakargatni azért a 3 forintért. Nem azért teszem, hanem azért, hogy egyáltalán van-e értelme, vagy lenne értelme, hogyha valaki ezt akarná megtenni. És hogyha földfelszínen vannak a napelemek, akkor van rá lehetőségünk ott esetleg. Csináljuk ezt, vagy ne csináljuk ezt. Lássuk, hol tart a termelésünk. 361-412 watt jön be. Tehát a 7 darab napelemről, arról 100 watt jön be, és már 170 voltnál járunk, és 320 watt környékén jön be a PV1-ről, és 168 voltnál járunk. Nyilvánvaló, hiszen nem működik minden tábla. Nos, jelenleg így néznek ki a napelemek, végül is a másik két táblát is lelocsoltam, és nagyon szépen lecsúszott róla a hó, és majd ezt fogjuk tesztelni, hogy arról, ami most kezd majd ott felszínre kerülni, és kapott egy kis vizet is, ez nem is olyan kevés vizet, azzal mi újság van. Itt jól látszik, hogy ez a kis napelem itt elől, az már teljesen leolvadt önmagától is, annak sokkal jobb a szöge egyébként, tehát az majdnem 90 fokba, ilyen 70 fokos szögben áll körülbelül. A tetőn azért ennél rosszabb a helyzet. Viszont most már termel annyit ez a 6 darab napelem, meg egy olyan 100 watttal rásegít a vízszintes is, hogy most már a boilert azt be tudtam kapcsolni, a 700 wattos boilerünket. Nem sokára innen is lemegy az árnyék, és most majd betakar majd a lapos napelemeknek. Nézzük most, mennyit termel. Egész szép teljesítmény jön be, 820 watt, nagyon jó. Úgyhogy most már elbírja, hogy még a szünetmentes tápot, a számítógépeket és egyebeket is rá tudjon kapcsolni. Aztán utána majd jöhet a mosás, mosogatás és más egyéb, úgyhogy bízom benne, hogy ma egy 10 kWh-nyi energia azért bejön, hogyha végre leolvad minden napelem tábla. És már azért egészségesebbek itt a voltok is. 127 watt jön be a 7 táblányi lapos napelememről. A 9 darabról pedig 816, de hát ugye az egyharmada az árnyékban van. Tehát most még szerintem tölti is az aksit, igen, most 255 watttal tölti az aksit, és megy róla a 700 wattos, 648 watttal megy róla a boiler. És itt van azok a lapos napelemek, amik most éppen a fele árnyékban van. Megnézzük, hogy erről le lehet-e húzni. No, hát ezzel a célszerszámmal elértem a napelemeket. És amint látjátok, sikerült ezt az utolsó két táblát is, sőt az utolsó három táblát is megtisztítanom. Sajnos a lapos napelemek azok most teljesen árnyékban vannak, és ott egyet sikerült úgy letisztítanom, hogy már ott meg volt olvad rajta valamennyire a jég, úgyhogy ott egy tábla, ami termel gyakorlatilag, a többi az kiesett, és így olyan 200 watt körül jön be, de nézzük meg, hogy mit változott ez. Na, 200 watt jön be a PV2-ről, azaz a 7 darab lapos napelememről, és 1,88 század kilowatt jön be a 9 darabról, úgyhogy már is indítjuk a mosógépet is. 410 volton vagyunk. Mennyit használunk fel? 1,21 század kilowattal tölti most az akut. 850
wattot használunk föl. Most épp a mosogatógép működik és fűt, 2,26 kW-ot fogyasztok, és már nem nyúl hozzá az akkumulátorhoz, mert most voltam fönt a tetőn, és letisztítottam a vízszintes napelemeket is. Most éppen hozzányúl, nézzük is, hogy milyen teljesítmények jönnek be. 416 watt jön be, eddig ilyen 2-300 wattok jöttek csak be a vízszintesről, tehát sokat számított, hogy letisztította. És éppen most ment lejjebb, 1,79-re a nagy napelem. Azt várom, hogy befejezze a mosogatógép a fűtést, és rá tudjam tenni az autó töltőre. Szerintem most van az, hogy igen, most tölti 1000-rel, igen, most már nincs teljesítmény, nincs terhelés, befejezte a fűtést, úgyhogy megy rá a villanyautó, megnézzük úgy is, hogy mennyivel tölt, mert most tölti 1000-rel az akkumulátort. 2 kW-tal. Azért, hogy egészen biztosan bírja az autó tölteni, ezért levettem 2,1 kW-ra, azaz 10 amperre. Úgyhogy megy is, frankon róla, most már ez megy róla. Megy a mosógép már befejezte, a boiler az felfűtve, megynek a szünetmentes tápunk, tehát a számítógépek, TV, ilyesmi is megy most róla. 431 watt jön le a PV2-ről, tehát jót tett neki, hogy megtisztítottam, és 1,8 kW bejön a napelemekből. Tök jó. Szerintem még most tölti is. Nem. Nagyon ki van matekozva. Nézzétek, nullával tölti, de nem nyúl hozzá az akkumulátorhoz. Tehát most pont ez a 2,3 kW az, ami bejön a napelemekből, és december 12-e van. Viszont nagyon szép napsütéses idő. Nézzük, mi jött be eddig, most nincs még egész óra. 12 óra 20 perc van, tehát az egész óra itt a 12-kor bejött 3,9 kWh, és elhasználtunk 2,53-at, tehát most bele tudta visszatölteni az aksiba is, úgyhogy most fel lesz töltve az akkumulátor. Ha holnapra is ilyen jó időt mond, akkor valószínűleg most éjszaka is az akkumulátorról fogunk üzemelni, tehát a szünetmentes táp, a szivattyúja, a keringető szivattyúja, a számítógépek, a wifi, a hűtő, az mind-mind innen fog majd üzemelni.